108 csapattal és közel 3500 igazolt játékossal az országban a legnagyobbak közé tartozik a nyíregyházi kispályás bajnokság. Augusztus közepétől november végéig, majd márciustól június közepéig a Városi Stadionban 6 pályán játszották a meccseket a csapatok. A szezont a 10 csoportgyőztes felvonultató hagyományos szuperkupa zárta. Zárásképpen egy fantasztikus szuperkupa döntőt rendeztünk, mindegy 400 néző látogatott ki a döntőre, a 10 bajnok, a 10 csoportnak a bajnoka szerepelt, és a dolog érdekessége, hogy a csoportmérkőzések után, hiszen volt 2-3-as csoport és egy 4-es csoport, a A csoport bajnoka a Pikolósöröző és a H csoport bajnoka a Ferbli csapata játszották a döntőt, és 5-4 arányba győzedelmeskedett a H csoport bajnoka, és így elnyerte 2014-2015 nyíregyházi szuperkispályás bajnoka címet. Szabadtéren, illetve télen a teremben közel 2000 meccset játszottak az elmúlt 10 hónapban a nyíregyházi kispályás csapatok. Fantasztikus évet zártunk, legfontosabb az, hogy komolyabb sérülés nélkül bonyolítottuk le a bajnokságot, és igazán komoly előrelépés történt a fegyelem kérdésébe is, hiszen pontosan a felére csökkent a kiállításoknak a sora, tehát a csapatok egyre jobban felnőnek ahhoz a feladathoz, hogy egy igazi tömegsport, és ide szórakozni járnak hetente egy vagy két alkalommal, és nagy öröm számunkra, hogy most már egyre többen, egy heti 4-5 ezer ember látogat ki a városi kispályás bajnokságra a stadionba. A következő szezon augusztus közepén rajtol, de addig sem maradnak futball nélkül a kispályás foci szerelmesei, július 16-a és 19-e között Sóstón a hagyományos strandfoci fesztiválon lép pályára 40 együttes.